pizzáj. Na, menjetek, főzzetek, pizzát csináljatok. Vagy kebabot, vagy mi a fasz? Kebab, kebab sejf. Jaj, Uivi inkább tánkeszerez, de ügyes fiú. Gondolom. Na jó, de Kontinak kell a segítség, neki van haja hátul, ahol ő nem látja, te már készültél erre, cucu, megoldottad. Én izébe adom elő, hát én ilyen paplamba. Én egri vagyok, bassz meg. Eger városa, papok városa. Jó, vagy jövő. Felül kicsit hosszabb cucónak haja, akkor tényleg izé Herkulesből a Hades. Ezt már hallottam. Gondoltam arra. Hülye, milyen bajszom van. Szakácsként főző szimulátor, az plusz 10 000 aura riz. Lehet a seggét növelni a karakter... Na jó. A karakteredre beállítottad már újra? Hol áll itt az karakter? A karakternél. De lehet, konkrétan lehet izé is egy ruha, ami mozog. Ha érted. Jó, mondjuk a hang az még hiányzik, de majd mindjárt feltesszük azt is. Úristen, na jó. Na jó. Na, nyomjátok majd te. Cseh. Cseh. Lehetek Gordon Ramsay. De miért nincs izé, szakál? Javárja van. Ugye nekem olyan bajszom van, beszarsz. Hát mondjuk sajnos csak ingém. De azon beszarsz. Shoes type, nagyon jó. Úristen, még órát is nagyon jó, complete. Early access. Jó, pillanat, audióra adok hangot még. Így. Alsógatya és asszonyverő? Az majd Uivi lesz. Ez én vagyok, gyerekek. Csinálok egy multiplayert. Create room. New game. Hova rakjam, ide rakjam? Tutorial off. Tutorial off-ol kezdünk, jó? Karakter szebb. Fej, ruhák. Szerver neve legyen az, hogy ide gyere, te faszofó. Password pedig az lesz, hogy 1234, jó? Invite only. Nem, csak megtalálja. De küldtem invet, Uivi. Két cipő. Csapkodnám azt a segget, na gyere! Gyere! Jó lesz. Jó. Szia Tamás, hello. Több játékos. Elvileg küldtem invet Steam-en. Küldtem még egyet. Elfogadtam. Úgy van. Mehet! Small town! Ja, ready, persze, small town. Lássuk. Kellett ez nekünk, cucu. Megnézzük. Ezek szakács vagy. Várjál, bazzá, kiúztam valamit. Jó, mehet. Van kép? Hozz létre egy menüt az étterem megnyitásához. Mi neked magyar? Aha. Hogy? De hogy nézel ki, bazd meg? Francia, bazd meg. Nem, én nézzél, Gordon Ramsay, yeah, feel me? Hú, hát azt, te olyan messze vagy a Gordon Ramsay-től, papám. Hú, ez a nadrág is. Valahogy téged meg fognak kúrni a húsfeldolgozóban. Na azt nézd! Azt a valagat nézd, gyerekek! Mekkora picsát csináltam! Tehát téged meg fognak kúrni a hús előkészítőbe. Öltözz át! Várj, pillanat! Meg kell néznem, hogy át lehet állítani a hangot, vagy a izét, a nyelvet magyarra. Nem lehet átállítani? Na, bazzik, de mindegy. Akkor majd nálunk angol lesz. Hol kell összehozni egy menüt? Szerintem ez... Már menüt akar összerakni. Ez szerintem ez a lakásunk. Create a menu and open the restaurant. Várjál. Oh! Ki tudok menni a városba, oda nézze! Na azt nézd, na mit intéztem neked, Uivi? Várjál, mert nem jó az énem. 90, nem men... Igen... Volt egy Twitch logó, nézzem meg. Hát valamit lehet interaktolni egyébként a játékkal. Ja, most ez nem tudom mi. Legyen 80. Nem tudom, milyen interakció van benne, majd azt megnézitek. Hú, na, mehetünk. Ettek most akkor grafika fullon van, gyerekek. Ha hozzad már mosogatórak, hülye, azokat mindig megkúrják. Amúgy van ott is izé, van ott is púzó. Na hol van az étterem? Hova mentél? Hol van az étterem? Van egy bevásárló központ, nézd, itt. Én azt hittem, itt folyamatosan a izébe leszünk. Nem, ez a szimulátor. Itt meg kell vásárolni. Meg kell venni mindent magadnak. Menüt összeállítani. Mit stockot vegyél, az mindenképp kell, az kell a zűhöz. Az a hús, mihez? Paradicsompüré kell. Mi? Mihez kell? A zűhöz, bazd meg!
Ja, faszom az! A seszlony mellett a kredence! Figyelj, nyomd meg a tabot! Csak vedd meg, tabot, amit mondok! Jó, akkor csinálom. Tab, ott van egy olyan, hogy menü. Nézd, behúzzuk a grilled beef-et. Paprika, édes paprika legyen. Kömény legyen. Tömörce nem kell. Menta legyen, desszerthez jól jön. Só kell, bors kell, kakukkfű kell, rossz bujász, mindent vegyél. Hát itt igazából, hát mennyi pénzünk van? 5000-ünk van. Ez mi? Ez megyen meg mindent? Ez nagyon sok pénz. Amaz, még fűszer nélkül akarsz főzni, geci? Jó. Mozzarellát hozzál. Mozzarellát vegyél, légy szíves. Hol van a mozzarella? Gourmet pizza pepper. Hozd el a szalámit, hozd el a szalámit. De az, most nem egy kell. Mozzarella, egy szalámi. Nem kell az se. Nem kell. És ugye serpenyőt is kell venni, te. Mi kajak? Azt is veszünk. Ha, miben ott kegyeredbe akarod megsütni, geci? Keverőtál. Jó. Főzőedény a zsűhöz. Geci, majd akkor megveszem. Mi a faszom az a zsű? Hogy fizetek? Már kifizettem. Jó, vettél még, jó. Restaurant for sale, de várjál. Make a preparation, open up when you're ready. Hol van a nem annyira. Szóval hol van a bolt? Michael Jordan, hallod? Hol a boltunk? Itt sétál a Michael Jordan. Mik hol? Hol vagy? Ja, kajak! Itt meg a Harry Potter. Ez LeBron, bazd meg. Várj, ez az éttermünk? Várjál. Hát gondolom ez lesz az. Meg kéne venni. Mi meg kell venni? Te kinyitottad? Hogy nyitottad ki? Haver. Na, cucu, figyelj, ez lesz a te pozíciód. Várjál, leteszem a kaját, amit hoztam. Várjál, felkapcsolom a villanyt neked. Kezdjük ott. Ki kéne takarítani, kezdjük ott. Te tudod, hogy nem a szakács takarít, bazd meg. Na jó. Akkor te fogsz főzni, bazd meg, én csinálok minden mást. Majd én főzök. Ezt mi, oda kell tenni, vagy ez hogy működik? Nektek van zenehang? Zene az nekem nincs például. Neked van? Jó. Lehet, hogy a tutoriált meg kellett volna csinálnunk. Húz is. Feltételezem, hogy tányérak vannak. Hova nézd? Raktad az árut? Itt van. Az E betűvel ki tudod nyitni. Várj, hátul mi van? Ez a szaró? Most mit rakok le? Ez só. Só, geci. Ez a menta? Vagy most black pepper, só, mixingó. Miért vettél szömörcét, mikor mondtam, hogy az nem kell, geci? Egy dolga volt a pannak. Nagyon jó. Ó, bazd meg, ez mennyire rossz már ez a... Hú, te... Jó, mindent ide rakunk. Most kettő ízét vettünk. Te mennyi lábost vettél, te hülye? Hát azt hittem, azt mondtad, hogy kell láb, és amúgy van egy pár. Alapból is kaptunk egyébként. Lehet, hogy az volt a baj, hogy alapból kaptunk. Ibaszott rádiót vidd el a polcomról, bazd meg, mert komolyan idegösszeroblást fogok kapni. Hát de hogy vigyem el? Van zene amúgy! Amúgy nálam nincs, de amúgy van. Na jó. Lehet pizza, lehet kés. Akkor romokban leszek, hogyha olyan lesz. Na várjál, tegyük be a hűtőt. Hogy kell betenni a menüt? Hol van a pepperoni, amit mond? Hol van a mozzarella? De nem kell, egyelőre, hogyha megnyomod a tabot, a menüben még egyelőre csak grilled beef van. Látod? Hogy látnál, bazd meg? Tab! Tabulátor! Na, megnyomtam. Ja, jó. Menü. És ott van, hogy egyelőre csak grilled beef-et. Ezek nekem meg akarják mondani, hogy mit, hogyan főzzek? Keci. Hú, de nehéz. De nehéz lesz. Szóval ez hogy teszed ki? Gyerekek, azért a lófasznak is van vége, na! Só 3 g, black pepper 3 g, paradicsom, meg ribeye slice. Mi az, amink nincsen? Hát ribájunk. Só, black pepper, jó, hát akkor át kell menni a szembe, meg kell paradicsom is, ugye? Paradicsom kellett még. Összerakjuk itt a dolgokat. Mi ez? Paradicsom, meg ribeye, jó. Paradicsom pürét vettem, most te hova mentél? Veszek paradicsomot. Veszek sok paradicsomot. Veszek 20-at. De elég már! Hoztam paradicsomot.
Igen. Hol van a húsa? Az egy jó kérdés, hogy a hentes az hol van. Friss, frissen kell minden új, te is tudod, te szakács vagy. Megvan, szakács megvan, vagy, tudnod kell. Hova tegyem a paradicsomokat? Ez egy hűtő? Elég jól néz ki ez a ripánk. Jó, megyünk. A Viktor nem tudja, mert a cucuval játszok most, Pifi. Jó, oké. Okay. Na azt mondja, hogy hogy? Hogy teszem ezt ki? Sehogy? Le kell főzni már most, mert hol van a ribáj? Ott van a ribáj. Mennyit vettél? Négyet? Ez nem sok. Négyet. Gurmék. Juan! Jó. Lehet felvenni ízét is, személyzetet. Nagyon jó. Vannak perkek, van vérház. Mennyi pénzünk? Semmit fűszer nem vettél meg abból, amit mondtam. Jó, most ne akadjunk ilyen részleteken. Hát de mivel akarsz megfőzni akkor? Ott a só, ott a bors, ribájhoz mi kell még? Ajzé, a pulton te sámsz. Nézd, ott, ez a fűszertartó. Ott, az ott. Ó. Látod? Bors, hát most egy ribájhoz mit kell még, mint só és bors? Semmi. Hát bazd meg, egy kis kakukkfű, egy kis fokhagyma, egy kis szeretet, érted? Szeretet. Hát de geci. Na várj, hogy tudunk kinyitni? Várj, ezt, hogyha megfordítom, akkor kinyitunk, igen. És ezt hogy húzom oda? Ezt mindig nem jöttem rá. Mikor főzök? Meg hogy főzök? Várjál! Ah, itt van ilyen izé is, láttad? Ki lehet húzni a fiókokat. De rakjuk a ké... van késünk egyáltalán? Ott kettő is, nézd ott. Mondjuk ezt a mixing bolt, ezt lehet, hogy mondjuk betehetnénk oda. Lehet, hogy ennyire nincs szükségünk. De ezt csak tippelem. Jaj, sajnálom egyébként, hogy nem indítottam el azért a felvételt, bassza meg ezt, hogy Full HD-ba lehet majd visszanézni. Várjál. Hol van a tűzhely? A hozzávalók lista görgethető? Kamra. Ó, kajakra? Várjatok, itt de hogy húzod le? Á, így. Na figyelj úgy, mondom, mit kell csinálod, mert sajnos te nem vagy olyan jó szakács, ahogy nézem. Mi a büdös fasz csinálsz? Tehát észre net a izére? Hopp, kéne egy gyújtó. Gyújtó? Nagyon jó! Megjárod én! Mosogató fiú, bazd meg! Figyelj, mondom, mit kell csinálod. Vegyél ki egy húst! Semmit ne mondjál nekem! De ne tedd még rád! Fel kell vágni! Jó. Ha mi nem egészbe sütjük meg! Hát, nem! Hogy lesz a koromlós geci? Nekem nehogy feldarabold ilyen tízdekás darabokra! Több embernek kell eladnunk egy húst. Fel kell, porciózni kell. Tehát vágd fel a húst. Slice ribeye. Nagyon szép. Adj hozzá sót, 3 grammot és 3 gramm borsot. Mondom, hogy mit csinálj, bazzeg. 3 grammot. Most honnan tud... Most mennyi? Mennyit adtam eddig hozzá? Hát tudja, a faszom, te vagy a szakács, nem én. Csak az egyik oldalát izé fűszerezed meg, vagy mi van veled? Bazd, meg lehet fordítani szerintem? Nem, a kis bors az mindig jó olyan. Igen. Jó, hogyha ezzel meg vagy... Köszi mindenkinek a követések, gyerekek. Tedd rá a húsokat a grillre, és mind a két oldalát süsd át jól. És mi az anyámmal forgassam meg a kezemmel? Ez a faszom tudja. Nincs itt valami, amivel tudod forgatgatni? Úgy szerintem a kezeddel vágod. Forró, vedd már le! Hát ég! Úgy! Megfordítottad a kezével, bazzik, ez a Terminátor. Most megfordítottam? Aha! Szerintem igen, gondolom. Aha, kurvára ég. Hogy fordítom meg? R? Kurvára nem. Na várjál, mutasd! Hát nézzem. Oh! Ott van R flip, te fasz! Jó, amíg van, föl... de nevezem, én sokkal bonyolultabb. Jó, mind a két oldalát süsd át rendesen. Jó, a kus saját, értek hozzá. Amúgy a másik húsra még mehetne black pepper, meg azon nincs, ezen nincsen black pepper, egy kicsi se. Ég. Leveheted. Ide teszi a black pepper, tehát bazzeg, sülni azt is. Jó, megvagy? Erre még hiányzik egy kis bors.
Úgyhogy nagyon szépen kérlek. Jaj. Szóval csak mondhatod tovább. Mondhatod tovább. Jó, vegyél egy tányért. Azok a tányérok, hogyha nem tudnád esetleg. Nagyon szép. Transfer to a plate ribeye slice. Gondolom egyet. Ne a kést. Most mi az anyámat nyomjak? Ez gecire nem vág, bazd meg, életlen a kés. De nem kell felvágni. Csak a húst tedd a tányérra. Nagyon szép. Jó. Most, vegyél egy paradicsomot a hűtőből. Csukd be a hűtőt. Grillezd meg a paradicsomot. Jaj. Szerintem még meg kell várni, még meggrilleződik. Jó lesz majd ez. Én tudom, hogy mikor lesz jó. Most is egy kis fokhagyma, egy kis kakukkfű, valami hozzá, bazd meg, hát ez így. Hát ezt még fel kell vágnod, tehát majd utána fűszerezd meg. Sütés után akarod felvágattatni velem a paradicsomot? Igen, most fel kell vágni a paradicsomot. Ezek is jó hülyék, na. Jó, tomato slices, igen, nagyon jó, és kell még parsley piece. Azt nem vettem, úgyhogy mindjárt jövök. Geci, ki fog hűlni a kaja? Jó van, most ez most csak ilyen izé lesz, ez ilyen... Tipikus pincér, geci. Kussolj már, ez ilyen dísz csak. Ezt kirakjuk, hogy ez a mai menü. Meg legalább megtanulod, hogy kell megcsinálni, mert látszólag nem megy. Na, hozok izét. Mi a parsley? Petrezselyen? Igen. Jó. Mondjuk ezt nem a hűtőbe kéne tenni, így van. A faszomba tegyem. Jó, felteszem ide. Na jó, újvép, ez tényleg most már valami rendet rakhatná itt. De geci, a ne a földre pakold a kurva anyádat. Rakd be a hűtőbe, bazd meg, ezt kitől tanultad? Na jó, parsley piece, kettő darabot tegyél a tárgyára. Felvennéd a izét? Vedd már fel a borsot, légy szíves. Hol van? Hát a grill mögé leesett. Ja? Ezt nem kell felcsappolni? A parszlit nem. Csak rá kell tenned a tányérra kettő darabot. Ez az? Így? Ez a kaja? Ezt te így gondoltad, hogy ez így kész van? Hát én olvasom, hogy mi az, amit kell csinálni. Ezt tuti fel kell vágni, bazd meg, ne kurjál már fel idegileg. Vágd fel a petesemet, légy szíves. Várjál, azért biztos, hogy biztos megnézem. Adj egy petesemet. Hát itt van, gyere ide. Figyelj, 0,8%-os lett, majdnem egy csillagos. De hol van a petrezselyem? Hát... Kicsit furán néz ki rajta, de... Kajak így egészbe kell rárakni? Hát... aha... Azt mondja missing ingredient? Melyik missing ingredient? Várjál. Ez meg lehet, hogy meg kell csinálni újra. Addig elmosogatom, jó? Hogy kell elmosogatni? Dirty plates, igen. Oda van írva, hogy mit kell csinálni vele? Hol? Parsley piece! Kettő darab. Ez most megint nem jó így, mert... Hát... Valami hiányzik róla, nem? F-fel kattoljak a petrezselyemre? F-fel. Take piece! Bazd meg tényleg! Bazd meg! Bazd meg, kurva jó! Bazd meg! Na, nyissál ki! Ne, már értem. Már megvan akkor? Jó, akkor beteszem ide az ét, a dzsubás, azt akkor nyitok, jó?
Neked annyi dolgod van, you must serve a dish to open. Meg kell csinálnunk egy bemutató darabot, hogy tudják, hogy milyen menü van. Úgyhogy mindenképpen ki kell rakni azt a kaját. Meg kell csinálnod még egyszer. Várja ezt a rendet. Jó, mondjad mi kell, én hozom majd. Te, hallod, te foglalkozz a vendégekkel, te ne legyél láb alatt, neked annyi dolgod lesz, jó? Hát, de nincsenek vendégek, te faszopó! Hát azért kérdezem! Menjél el a lábam alól, az a dolgod! Hát akkor nézzük, ahogy Újvi tevékenykedik. Na milyen lehet a szakács Újvi? Nézzük! Mikrót nem veszünk. Mikrót, az egy dolog, amit nem veszünk egy étterembe. Mikrót, bazd meg. Otthon sincs mikró. Hogyan volt? Mennyi bors kellett? 2 gram? 3 gram. Sóból mennyi? Szintén 3. Kórház nincs messze az étteremtől? Ezért nem veszünk mikrót. Összesen 3 vagy? Nem, ez már rajta van, jó van. Ezt nem kell izé. Az jó, az úgy jó, amit most csináltad. Kettő izé, petrezselyem kell? 2 petrezselyem, peace, yes. Hát, hogy vedd le őket, és akkor úgy. Ezt meg kell fordítani már most? Gondolom. Megfordítom, ha csak papa. Menj már onnan! Megfordítom, papám, nyugodj meg. Anó, Egerben voltunk olyan étteremben, ahol este 9-kor közölték, hogy nincs több frissen sült, mert elrablott a mikró. Aha. Olyan étteremben, ahol mikró van, oda nem megyünk. Le lehet venni a ribájt. Ez milyen tányér? Ilyen tányér kell, gondolom. Fasz csinál! Nagyon szép. Ez az Újvi, büszke vagyok rád, már csak 2 izé kell rá, peace. Vigyeted. Na nézzük. 0,9-es lett megint, heat 100% ingredients 96, baking 67. Feedback overcooked. Kurva anyádat! Nem baj, kinyitunk, jó lesz. Azt nem kell kiraknod, elég egyet, mert csak egyelőre csak ez az egy kajánk van. Na, első vendégünk, LeBron. Bazd meg. Túlsütötte mind a két oldalt. Hopp! Már viszi is. Ja, hogy ez így működik? Azért milyen ízé csak van? Az anyádba mész? Miért van egy cooking pot az asztalon? Jó van, ez boldog. Pénzt elfelejtsd bevenni. Szerintem jön az magától. Bazd meg, milyen boldogok, geci. Örülsz neki, mi hogy zabálhatsz? Na, fizessél szépen. Amúgy ott van. Big money. Az mit kér? Mit akar? Vidd el a tányérat, te mással ne foglalkozz. Úgy érzem, hogy én vagyok itt az inas. Ilyen tányérat. Ez nem az a játék, ahol nézők jöhetnek be, az milyen csöcse van ott, te geci! De ne csajozzál, a tányérra figyeljél! Ez gyanús, ez a pali nekem. Hát megnézhetjük a Twitch interakciót is. Gyanús, ez a pali nekem. Nincs kaja kirakva, az lehet a baj. Tedd ki a másik kaját. Amit csináltál. Kivérem én, kiviszem én, persze, azt csinálom. Hát nem tud enni. Ha gyorsan csinál. Jó, akkor te intézzed, jó? Én addig elkezdek csinálni még kaját. Szerintem ugyanez maradhat. Jó. Ez itt mi? Ez nem tudom mi. Jó van, csinálják ezek, eszik. No plates left on the shelves. Ó.
Ja. Valaki ezé elélvezett. Jó van, esznek ezek, szeretik. Az is eszik. Elvisszük, fizet. Nagyon jó. Eddig nagyon jók vagyunk, Újvi, úgy érzem. Melóra koncentrálj, el kéne menni szenet venni. Szenet? Az hol lehet vajon? Jó, mondjál, megnézem. Hát a grocery-be. Jó. Na jó. Írja amúgy, mennyi vendégre lehet számítani, hogyha kinyitsz. Aha. Cucu, menj már el a konyhából, geci, mert tényleg fölbosszant az most már, bazd meg, hogy a helyemen. Ilyen lehet úgy fattolkozni. Jó, szín kell? Kell a izé is? A... az nem tudom mi ez a kindle. Igen. Mind a kettő kell? Igen. Jó. Jó, azon kívül más kell még? Hát hús. Jó. Másik volt. Ha látom, mert az csak feléig megy fel akkor. Milyen 150? Milyen 150? Fizessé, ezt húzzál. Day is over, azt mondja itt egyébként az okos. Szabad tudom lerakni? Tudom, kéne a vendégekkel foglalkoznod, geci, nem hiszem el. Vége van, vége van a napnak. Lejted a tányért a földre, ne is haragudj! Nincs ennek semmi baja, jó az. 3 másodperc ez szabály. Azaz. Most mi van? Most akkor elmentek a vendégek? Vége a napnak, bal felül azt írja. Baszd meg, pedig én most jöttem bele egyébként. Jaj, nyugi, nyugi, hát a holnap az jobb lesz. Clean up and close restaurant to finish the day. Jó, oké, de haza kell mennünk. Nyissák ki, baszd meg, kész a kaja! Hajnalok, hajnala van, Újvi! Hát mi szerinted részegek nincsenek, amik jönnek enni? Ezt nézd meg, nézd meg! Megeszik a holnapot is, bazd meg. Nincsenek? Kész enni? Hoztál haza magaddal kaját. Akkor vettem fel, mikor idéjét éppen a faszapó. Hűtébe tegyük már be legalább a kész kaját. Holnapra jó lesz az valakinek. Dehogy lesz jó, az már senkinek nem jó. Mi kajak? És ki akarod dobni? Na persze, hogy kidobjuk. Mi kajakra? Ez még gőzöl, nyissá ki. De nem tudok kinyitni! Nézd már meg! Ja, jó, oké. Mindegy, én csináltam egyet. Haza. Most mit csinálsz? Hazajövünk és alszunk, hogy elindítsuk a holnapi napot. Az egy átugrás. Új nap mehet. 8 vendég volt, végtelen pénz. Kaptunk 2 új receptet. Haver, egyelőre egyel küzdjünk meg. Ó, itt van ezért, mexikói, Juan! Most tényleg ő az, Juan! Hol áll, Vigo? Spicy Juannak hív, mint ez tuti meleg. Ő nagyon szereti a csípős ételeket. Gurmé kaják, na nézzük. Amúgy még mindig erős a szenzim. Ja, yeah, same. El kéne mosogatnod. Jó, adjad, mosogatok. Te csak izé, foglalkozz a főzéssel. Nem megyek kucsért. Jaj. Jó. Ez így rendben van. Te 600 dollárért vettél húst? Mit akarsz adni az embereknek, geci szart? Bazdmeg, a jó áru az pénzbe kerül, bazdmeg. De lehet festeni egyébként a izét is amúgy. De ne fessé, te hoztál... Jó, szerencs. De már hogy ordított volna? Na figyelj! Mit csináljunk? A chicken soup-hoz még kell egy pár izé. Szerintem még egyelőre maradunk az... Mondom, a Baláska hozzád képes, bazd meg Gordon Ramsay. Az első, Annakori tudsz kaját... Tényleg, Annakori tudok kaját? Hogyan? Haver. Ja, látom! Ez... Aha. Nyissál ki. Kicsit nyugodj meg.
Mert meg tudunk csinálni chicken legzet. De nincs hozzá alapanyag. Hát mindjárt veszünk. Azt mondja, hogy mi kell hozzá. Chicken legs, salt, chili pepper, meg paradicsom. Végigvigyelek a procedúrán, hogy kell csinálni? Én már főzök, bazd meg. Jó, van, veszek krumplit, majonézpakkot, meg sunflower olajat is. Jó, bazd meg, ezt fel kell írni sok mindent. Jó, ja, hozok mindent. Ajjaj, azt mondja, hogy kell. Aha. Kell hozzá olajsütő? De mert nincs olajsütőnk? Nincsen. Ó, bazd meg, és a chicken legshez mi kell? Grill, a grill, az jó, a chicken legs azt meg tudjuk csinálni, az csak grill kell. Meg chili paprika, van chili paprikánk? Vettem chili paprikát, ugye? Azt kiraktad? Nem vettél chili paprikát. Biztos, hogy vettem, ne mondd azt, hogy nem vettem! Hát geci, mondanám, hogy nem vettél, hogyha vettél volna. Jó, chicken legs, azt mondja, hogy... Az mi? Ez marha pofa. Hát ez chicken legs-et miért nem tudok venni? Ja, de otthon. Szóltam. Veszek. Tizet. Nem mondjátok, hogy mennyibe kerül. Várjál, már nagyon nagy baj van. Azt mondja, hozzunk létre valami menüt. Hát igen. De bazd meg, ha nem, normálisan pakolj el a hűtőbe, gecibe, nem lehet hozzáférni semmihez. Jó. A húsos az a középső polc. Ezt kitegyük ez? Az egyik még füstöl. Ezt most csináltad? Igen. Jó, akkor várj, ezt ki kéne tenni. Várjál... Rárak ki a zöldséges polcra a húst. Ezért tart itt ez a társadalom, bazd meg. Várjál, opa. Hát amúgy ez egyes, ez jó ez a kaja, amit csináltál, ez eddig persze, jó. Persze, hogy jó, hát én csináltam. Igen, mondjuk hideg, mondjuk az nem jó, de nem baj. A chicken legs-et meg tudod csinálni? Hát mondod, hogy mi kell hozzá. Hova tetted a paprikákat, amiket vettem, a fűszereket? Miért hozott kettőt, bazd? Hol vannak a fűszerek, amiket vettem? Ide raktam a... Szerinted hova tettem? Na hova? A fülem mögé a kis polcra, bazd meg! Várjál, ez mint... chili pepper, az kell neked majd. Kiteszem oda. A másikat is. Na és akkor azt mondja, hogy nem mondom, mit kell csinálnod, figyelj. Azt mondja, hogy chicken legs. Na nézzük. Vegyél két csirkelábat. Igen, itt van előttem. Jó, én a tabot nézem közben, de várjál, kirakom izére. Várjál egy pillanat, hogy kell azt. Akkor tudom látni is, hogy mit csinálsz. Nem? Ez az. Na! Jó. Fűszerezd meg 3 g sóval és 3 g chili pepperrel, mind a kettőt. Jó, most meg kell grillezni mind a két oldalát. Látod, ez munkamegosztás. Na, ez tetszik. Jó. Tedd át egy tányérre majd, hogyha kész van. Közben grillez meg egy paradicsomot is. Geci, jó, hogy nem utála mondod, amikor már izé. Én csak sorba mondom. Kéne venni még egy rácsot amúgy. Azt szólt rá, ja, de van. Ilyenkor kéne mondanod, hogy mi a következő lépés, mikor... Igazából ennyi nagyjából, tehát az megsütötted, utána felvágod a paradicsomot és ráteszed. Erre kicsit izé. Cicomázod, hogy mit csinálsz? Hát próbálom, de nem engedik. Megbolondítod? Hát látod, így ilyen ízét baraktam oda sréhen, hogy... Nagyon nagy, nagyon nagy. Jó, kész a paradicsom, vág fel, tedd az ízére a plétre, és elvileg meg vagyunk ezzel. Utána megnyitom a boltot. Erre nem kell só, vagy valami? A paradicsomra? Nem. Ezek ilyen magába evősek, jó hülyék. Azért én nem. Bazzik, aki nem használ mindenre fűszert, az buzi. És mi kell még rá? Ennyi. Ennyi? Aha. Te ezt akarod odaadni az embereknek? Hát egyelőre még csak ilyen csöves kajáink vannak, úgyhogy ja. Ugye a karaktered kopasz? Igen. Na nézzük, hogy mennyi lett. 3.0! Ho-ho-ho!
mondjuk amúgy megint hideg, de mindegy. Szóval most készült el, hogy lenne már hideg? Ezt a húst, ezt valakinek odaadjuk, a személy nem tudod, ez tegnapi. Add oda valakinek. Úgy is van, ezt szeretem. Na mit készítsek? Mondjad, mi van fogyóba? Gyerőre még nulla, hát most elviszik ott a kajákat. Ott jövök, ott jön a 19 éves Gabi. Bazd meg, akkor is jó hülye voltál. Azt konkrétan így néztem ki gyerekkoromba, bazd meg. Keci jó képű voltam. Ez konkrétan én vagyok. Te szopali te. Geci jó képű vagyok. Pász, sír meg, de eszik. Kaja felett a fehér csík mutatja, hogy mennyi van még belőle. Aha. Jó, elkezdek összerakni. Ja nem, mert van egy ilyen extra. Várjál. Nyugi. Már összeszedem itt a dolgokat. Eddig fizes már, te faszopó! Hello! Itt visszamelegítettem azért. Hát ebből igazából a felén van mind a kettő, úgyhogy jók vagyunk. Jó van. Hármas szintű. Hármas szintű az étterem, Uzsvi. Vigyázz majd, meleg lesz a tányér. Ez mi? Nyersen eszi a csirke combot? Mi a fasz csinál? De rakom közelébe. Jön itt a pénz. Csirke az, ami fogyóban van. Jó, csirke, indítom a csirkét. Jaj. Igen, elég fogyóban van. Az igen. Hát igen, a csirke az most kell majd. Hát minden. Szóval úgy lehet kukázni? Hol van a kuka? Ah. Na legalább tisztán kerül vissza a tányér. Mind a kettő csirkézni akar. Az egyik már nagyon türelmetlen. Bazza, nyomom az R betűt, geci! Ez kész van, ezt oda teszem, jó? De nem! Hú, te cucu, szét fog baszni idegileg. Nagyon feszült a kislány most már. Vigyed. És ez jó? 2,8, hát ez rosszabb lett? Kiment! Jó, nem voltál kész időben! Áááá, elment meg, nem jó, mert egy kibaszott grillrácsom van, bazd meg! Vegyél már egy grillrácsot, hallod? Mert rosszul leszek. Egy grillrácsot. Jó, nézem. Grillrács. Figyelj, csirke is kell lassan. Kéne csirke is. Úgy érzem. Mi megint? Most csináltam. Hát kell csirke. Hát az izé, másik csirke. Ja nem, az izé. A másik csirke kell. Az alap. Az amit alapból csináltál. Ne buta vagy, bazd meg. Ribeye steakkel. Mosogatni én fogok? Vagy mi a faszom van? Csinálom, buzi gyerek, mosogatni. Egyszerre csak egy tányért tudok elvinni? Milyen igaz? Halló, kész a kaja, viheted? Melyik? Melyiket rendelted, bazd meg? Ja, jó. Melyik? Amelyiket rendelted? Jaj, te jó. Melyik lenne kész, bazd meg? Amelyiket a Pista rendelte? Jó, nagyon jó, nagyon jó. Hát a hülye pincér, bazd meg, de te most őszintén. Kezd sötétedni, Ujvi. Ne tegyél rá, jók vagyunk, nem kell többet. Jók vagyunk, nyugi.
Ilyen lehet úgy van dolgozni. Ah, day is over, Újvi, látod? Day is over, mehetünk haza. Szép munka volt. Még egy nap teljesítve. Már így csinálom. Ja, jók vagyunk. Jó. Mi az, amit tudunk még venni? Azt mondja, hogy kéne neked még grillrács, ugye? Az mindenképp. Na jó, de hol a faszomban van? Mikrohullámú sütő, azt nem veszünk. Így kell itt hagyni, gyerekek, hogy reggel csak begyújtani kelljen. Kell neked cutting station? Még egyelőre el vagyok egy... Jó, akkor ez nem kell. Ha? Mi legyen a neve a helynek, Újvi? Ötleteket kérünk, mi legyen a neve? Zénó, nagyon szépen köszönöm az első, ami feliratkozásodat 22 perccel ezelőtt, haver! Még hogy nem olvasom a izét! Még hogy nem olvasom a csetet, nem tudom, miről beszéltek. GG kok. GG büfé. Ez kicsen, GG étterem. Melyik legyen? GG grill. Dögvész büfé, az jobban tetszik. Szóval vári. Úgy... Nem, az nem jó. Legyen GNG simán, mit szólsz? Gábor és Gábor. GNG, jó, legyen Gábor és Gábor. Legyen Gábor és Gábor. GNG. Várjál. Milyen font legyen, várjál, bazzeng. Jó. Kész van, GNG. Most nekem mi lesz itt a maradékkal? Azt mondom, inkább ki kellett volna mondani. Micsodát? Egy, kettő, három adag, az még elég egy pár napra. Ezt a paradicsomot is így rakod ide, bazd meg, mint hogyha... Nem tudom én, bazd meg. Hát vannak perkjeink amúgy. A cutting speedet növeltem. Most már több gyorsabban tudsz vágni. Még több. Üzi! Tányér, ez a gurmé, ez mi? One. French fries kell nekünk még. A French frieshoz pedig mi kell? Azt mondtátok, hogy kell olajsütő? Igen, egy fritűt kellene venni. És ezt hogy tudom megvenni? Ez hol van? Á, látom! Oké, okay, megvan. 250-be kerül. Deep fryer. És ki az ajtót, légy szíves? És hova tegyük a izét, a deep fryert? Bárhova? Ide balra mondjuk? Vagy hova te, hova szeretnél? Hogy néz ki egyszer? Hogy hát, ott tessék. Állalok, de ne rakd oda. Ja, ez ekkora! Á, az ilyen kis hoki. Akkor se oda rakd, bazd meg. De miért a tálaló felületre rakod? Ez kitanította neked? Bazd. Senki, bazd meg, csak... Ez a munkafelületünk, ugye? Itt kezdtünk el dolgozni, itt vágunk. Miért futtatnál, bazd meg, ide, amikor várja, ott tálalok? Várja, mert felvettem itt. Teljesen elmebeteg a paliba. De hova lett? Most elvetted az asztalomat, a tálaló asztalomat. Kicsit kussolj, már nem tudom, hova lettek a cucca. És hol van a store? Hogy is nem tudom. Hát a Pali elvitte bazd meg a izét. Segíts! Az asztalomat, azt az egy asztalt, amit egész eddig tálaltam, bazd meg. Ez az asztal jelentette az étterem jövőjét, bazd meg. A cucu meg bediszkárdolta. De valahol itt van, csak nem tudom hol. Hol az inventory? Cirag már vissza. Keresem, ja, inventory, megvan, nyugi. Na, az asztalt rakd ide, igen. Vissza nekem, úgy. Yeah. Úgy? Hát, jó. Mi kell majd a French frieshoz? A French frieshoz, kérlek szépen, mindjárt mondom. Mi gondolom? Menü... Sunflower oil, tehát hogy napraforgó olaj, krumpli, felvágni a krumplit, és frying basket, és ennyi. Ketchup, majonéz, és szörfhat. Akkor ketchup, majonéz is kell, ugye? Ketchup, majonéz, az kell, yes. Jó, ide rakd le, ide, ahol most állok, a deep fryert. Oké. Ide. Gondolom szembe veled szeretnéd így. Itt, ó, igen, gyönyörű. Úgy van, jó, szép. Nagyon jó.
És akkor van még egy olyanom, hogy ez ilyen, ez hova faszomba tegyem, ez mi? Az mi az? Nem tudom. Pingom nincs mi ez. Ez egy sezlony a kredencen. Adjam el. Egyelőre elég ennyi asztal. Szerintem is, eladom, jó? Várjál, hol lehet eladni? Le kell raknom, ugye? Várjál, jó, és akkor hogy van szel? Van ebben valami? Nincs? Szel, 1500. Hó, big money! Jó, és akkor mit tudunk még venni? Kell-e még neked valamilyen izé, cuccos? Grill, azt mondtad kell. Egyelőre nem. Egy izét tudok venni neked, egy single stove-ot. Vagy még egy ilyen small grill-t. Az grill-t kéne, vagy Ja, mert hogy... Hát most egyelőre grillezünk mindent, meg frituzunk, nem? Aha. A grill rács kellene, igen, gyerekek, csak hogy... Hát de rácsot külön nem tudok venni. Tehát vagy veszel még egy grillt. Jó, megoldom még egy grillel, jó a dolgokat? Jó, legyen úgy. Akkor menjünk haza. Ne költsünk, menjünk aludni. Jaj. Akkor vennem kell ketchupot és majonézt. Ketchupot és majonézt hozzál, szerintem a többivel jók vagyunk egyébként. Jó. Oké. Hopp, valaki megint ott áll, beszélgess vele, én addig megyek ketchup és majonézért. Mi a fasz van? Volt egy szemetes, vagy mi? Hol? Mi van? Nem dobtuk ki a romlott vételeket. Kurva anyját. Ja. Rendbe kell tartani. Kurva anyját, mit okoskodik? Szevasz, Mosi. Ketchup, majonéz, azt mondod, az kell. Jó, hoztam ketchupot meg majonézt. Majd tedd le, hova akarod. És akkor csinálni kéne a kajákat, gondolom. Mindenből egyet. Szólj, hogyha mondjam majd, hogy melyikhez mit kell csinálni. Geci, te háborúra készülsz? Vagy mi az agyám faszáért vettél négyet belőle? Lehet, hogy sok kell, nem tudom. Háborúra készülsz. Hát de bazd meg. Begyújtom a grillt neked, jó? Már elő van készítve, nyugi. Nagyon szép. Jó, akkor most megcsináljuk mind a hármat. Akkor ide megy a ribáj. Te burgonyát vettél? IQ Fighter. Na, megyek burgonyáért. Ez citrom. Ez megfordult. Itt a krumpli. Mindjárt jövök. Jaj. Ezt kár, hogy csak full HD-ba fogjátok tudni visszanézni, bassza meg. Jaj, ez túl jó. Jó. Na szólj, hogy segítsek. Menü. Krumpli. Kitűz. Picit tovább volt. Fent stílusú lett a csirke ma. Napraforgó olajat szerinted honnan a faszomból vegyek? Hát azt nem tudom. Az milyen szabja, geci? Az mire van? Hol a pöcsönben van a napraforgó olaj? Mert ugye az is kell. Hát bazen az olajsütőbe, nem. Megvan! Megvan! Hozom! Nyugi. Apa intézi. Nem pakoltad még ki a krumplit? Tehát ezt hűtőbe kell tenni.
Ütés 100, összetevők 100, hő 60. Jó az. Jó az. Na figyelj, leteszem lentre a polcra izét, a olajat, jó? Itt láss kivel van. Jó. Te tényleg ennyire hülye vagy egyébként, hogy nem látod bazd meg, hogy melyik a zöldséges polc, bazd meg? Ja, hogy az a zöldséges polc. Tehát hogy geci, nem, tehát hogy te így beengedi egy konyhára, bazd meg? Te vetted 15 kruplit, hát nem fér oda. Nem fér oda? Ha figyelj, ha oda rakom, akkor mit fog történni? Tehát ha erre a polcra, bazd meg, én rárakom a hármas regimentnek, bazd meg a vacsoráját. Ha most hiába röhögsz, bazd meg! Akkor a kurva ja, tényleg odafér. Na, mondom, hogy mit kell csinálnod, jó? Ne mondjál semmit, só kell rá, bazd meg, 3 gram. Nem, úgy nem kell rá, az a durva. Nem kell rá só? Nem, literálisan no. Be kéne kapcsolni? Nem, majd az olaj felmelegíti magát. Picit megrázogatom, hogy izé. Jó, kösz. Miért nem sült? Ja. Hát gondolom várunk. Ha mi az anyámra várjak, ennek már sülnie kéne. Kétszer vágtad fel a krumplit? Ja nem, csak egyszer. Belenyúltam kéz, kétszer kell fel. Slice a potato, slice potato slices, igen, kétszer kell felvágni. Valóban kétszer kellett felvágni. Jó, utána majd azt kiveszed. Leszűröd és ketchup majonéz. Leszűröm. Igen, én pincér voltam Máltán nagyon sokáig. Úgyhogy ez... Új, mi azonnal lenézi a pincéreket, nézd meg! Ételfutár volt, nem pincér, bazd meg. Na. Jó, kibráztam belőle az olajat. Ketchup majonéz. Mennyi? Faszom tudja, nem írja. Te jól néz ki. Na jó. Amúgy ez zöldbe van minden. Nagyon ügyes voltál, úgy. Persze, hogy zöldbe van, hát geci, ez a szakmám. Itt van, haver, gyere. Ez miért csak egy csillagos? Nem, mert az ilyen szarkaja amúgy is. Mikor rébálj, ez nem tudom, hogy lehet szarkaja amúgy, de mindegy. Eleti. De szeretik. Ja, ez meg a lilla. Jaj. Háromból egy zöld. Nyugi, szakács vagyok. Szintet léptünk. Na mondom, mi kell majd? Hát a ribály és a csirke az ugyanúgy fogy. De egyelőre szerintem még... Hát mindegy. Nem lesz elég meleg, vagy faszom tudja. Jaj. Ez nagyon jó, Vivi. Az meg elégettem miattad a... Hogy az én hibám? Nagyon pörög a konyha. A ribály az kicsit jobban fogy, mint a csirke. Most kajak? Krumplit viszont nem veszik be az egetek. Milyen szemüvege van, Dick? Nézd a csirke a hármas asztalra! Megyek! De mi a fasz csináljak vele még? Hát ezek van egy csomót. Izzik el, ribáj kell, Gino. Mondjuk amit ki tudom tenni addig, nem? Persze, tedd ki. Na újvi, ezt lehet, hogy nem fogják szeretni. Mert nagyon szar. Háá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 á
Hát... Maga már kicsit tovább volt fel stílusú. Igen, 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 az, az, az lesz a probléma vele. Ezt lehet, hogy leveszem onnan, jó? Inkább csinálj egy steaket meg, mert utána lehet, hogy csinálhatsz egy csirkét is. Utolsó csirke. Jó, jó. Jó, mit kell hoznom? Csirkecombot mindenképpen. Csirkecombot, igen. Itt van a izé. Mindjárt. Na jó. Hát LeBron nem tud majd csirkét enni. Jó, van, mindjárt jön a csirkéje, bazd meg. Nagyon feszült már. Szóljál, amint kész van. Körülbelül 10 másodperc. Hát LeBron lelépett. Ennyi volt a Sims. Ó, ennek ilyen sok idő kell, bazd meg. Na, ó, mindjárt megtanuljuk egyébként itt az időt. Jó, csirke. Veszek csirkét akkor. Nem kell ezzel foglalkozni, hogy miért nincs sírke most. Ez az egy van, Xafu. Kéz van. Jó, már mindegy, már bezárunk. Ennyi volt. Mi az, hogy bezárunk? Hát vége van a napnak. Day is over. Ja. Jó, takarítsunk ki, légy szíves, jó? Jó, hol van még Juva Fold? Na, jók vagyunk. Ezt visszaviszem még. Jó. Elmosogatunk. Nagyon jó. Valahol van egy tányér még. Hol? Ja, a csirke a vizébe. Akkor hozok még ribájt is. Kell holnapra, így van? Na még van 4 adag, nem kell. 4 adag? Ja, akkor... Paradicsom lassan. Paradicsomot vegyél, légy szíves, egy 5 darabot. Igen. Kell izé, petrezselyem? Az nem. Jó. Krumpli, az is van. Akkor nem kell semmi más. Előre nem. Ja. Jó. Jó. De neked úgy geci ez a pali. De mi a baj azzal? Most te felvágod holnapra a csirkét? Vagy mi az a ribájt? Aha, meg a... A krumplit. Most komoly gec, előre dolgozik, oda néz. Új recept nincs, szerintem holnap majd kaphatunk, most egy időre be kell zárnunk megint. Várj, mert itt van ilyen söröző is, lehet valakit baszni? Meloka. Bebaszunk meló után? Pehannaná! Adom! Dírvár iszom is! Gyönyere tesómz! Én durratottam egy komoly lágert. Úgy van. Mi ez? Kozmopolitán bazd meg? Látszik, hogy buzik a haverkodt. Nézd meg, nincs, meg 250 dollárért isszuk a izét. Ahhoz kábítószer is kell lenni. Egy kibaszott sört. Jó. Drink in the pub. Jó, és mennyit tudok meginni? Ne. Azt tudod, hogy 21-ezni fogunk most. Mint a szar. Na, hadd üljek már én is le. Volt erre izé, erre rá kell hívni. 18-18-ra ráhívnál? Nem, stay. 20, kurva anyádat! Na, menj innen, elvesztíted az összes pénzüket, menj innen. Nem, most játszok kicsit. De nem tudsz kártyázni, tegnap láttam. Én is. Tegnap láttam, nem tudsz kártyázni. 13, 18 megint! Nem, stay, basz lesz az öcsi. 18, ay, kurva anyád. Jó, gyere, várjál, felállok a géptől. Gyere, ülj le. De nem lehet ketten játszani? Miért lehetne ketten játszani? Azért a székkel interaktolj. Én is játszok. Mennyit dobjak fel?
200 dollárt bedobok én. Jó, bedobok 200-at én is. Ho-ho! Stay. A bűnös kurva anyját! Hát az basz, töcsi. Aj, de basz meg, hagyjál már! Mi ez? Jó, még 200. Egy vagy 11 ász van nála. Hopp, nekem elég, 21. Az 21, ja. Bár nem, miért nem, a fasz, az nem 21, hülye, az hogy lenne 21? Az 22 lenne. Miért? Nem? Vagy? Nem, hát 10-et ér a dáma, meg 11-et a izé, az ász, nem? Na most várjál. Ennek 21-nek kéne lennie. Ja, true. Hát akkor maradjál. Stay. De hát az, az... Ja, az, az jó kérdés. Az bukó, mert ő a szerint az 11, úgyhogy hit. Mondjuk így mó, így oké. Okay. Én gyakodom, hogy oké vagyok. Azért 400-at kellett volna felrakni. Mennyit raktál fel? 200-at. Erre most duplánit kerestünk? Na jó, én rárakok 800-at most már. Jó, én nézem a tiédet, várj, nézem a tiédet, mert nem tudom, most közös a pénz. Én erre most ráéreztem. Nagyon rosszul éreztél rá. A büdös kurva anyját! Jó, tudod, ez vissza kell nyernünk. Ez visszanyerem most. 150-ben nyered vissza! Oh! Ne! Rá ne hívjál, baszd meg! Ezt a kettest fog beadni, geci, én érzem. Hogy lenne kettes? Ráhívtál? Ő a hú! Jó, már visszajött 300, gyerünk még 105. Jó, most mehet a 200. Szar. A bűnös. Hát lehet, hogy hitelt fel kell vennünk, gyerekek. Bazd meg. Ász vagy kettő. Jó, nyertünk, nyugi. Jó, nyugi, jó, szép volt. Jaj, nullába játszok, az baj. Hát 13, úgyhogy igazából jó vagy. Jó van. Ezt most nagyon megéreztem. Ezt most nagyon megéreztem, hogy nullába kell. Akkor viszont most egy ezres cucu. Úristen, hitelt kell felvennünk, bazd meg. Jó, mert 700. Nem lett sokkal jobb. Bazd meg. Bazd meg. Az szar. Az nagyon szar. Hát ez 2-3 ász. Azok a jók. Csű. Most nyertünk, nem? Hát azt hittem, hogy nálam you lose, de mégis kaptunk pénzt, de gondolom... gondolom nyertünk. Hát kurva sokat nyertem! Krisztus, ja, izé volt, ja, döntetlen lett. Ja, döntetlen lett? Visszakaptad, amit felraktál. Jó, menjünk visszafőzni. Szevasztok, gyerekek! Lehet dárcozni is amúgy! Mehet a dárcozás. Hatalmas játékokban vagyunk. Várja. Nem te jössz, te vagy. Én vagyok, és hogy kell dobni? Várja, place. Honnan tudjam? Mi az a place? Ez mi? A throw az a középső. Aha. Dave, közi szépen a követést. És várja, mit jár? Ja, 301-et játszunk. Jó. FIFA Minusz 20 Minusz 40. Szevasztok, gyerekek! Egyszer sikerült a 60-ba dobni. Te vagy? Jó, most én jövök? Aha. Le kell szednem ezeket? Gondolom, vagy tró? Simán? Szerintem le kell szedni a többit is. Várj, itt zavarlak? Hogy dobtad el? Középső egérrel. Hogy dobtad el? Itt látsz? Azért alapból bedobta a 60-ba. Ó, Bugs lepattant! És hogy veszem vissza fel? Arra most én vagyok? Mi van? Hát én csak egyet dobhattam. Menj be a faszomba. Az nagyon rossz volt. Hát ez most nagyon rossz volt, gyerekek. De a tróra menjél, a tróra. Úgy, simán. Nagyon szép.
Faszi. Meg volt a tripla 20. Hát igen, az meg. 108 pont! Aj, de bassz meg! Jó van, akkor szív le, te vagy. Addig veszek egy sört is. 56, akkor ott még azt még dobunk egy tripla. Te hülye, itt volt valami, mint a FIFA-ba mozgott a izé. Ja jó van, te vagy, én kezdem érteni a játékot. Na végre. Az tripla? Az tripla. Még 98. Tripla. Az még egy tripla? Az enyém, aki le. Ez miért nem számolja bele? Hol a harmadik dobásom? Miért csak két dobásom volt? És miért nem számolta az bele? Na ennyi is. Na, mert el is mennék innen a helyedbe. A büdös picsába. Ja, túlmentem? Ja, bazd meg, ja, meg 98-at kell dobnom. De bazd meg, én vagyok a cucu, te meg az új víte hülye. Nem, túlmentem. Hát neked vonja most a minuszokat. Nem, neked mondja. Nálam jó. Nálam jó mutatja. Jó, akkor várjál. 20. Nyolc van, és akkor 18-at. 18, ez dupla 9, haver. Hát, de miért? Duplával kell kiszállni? Hát persze, hogy duplával kell kiszállni. Mi hogyan szállnál ki máshogy? Mi kajak? Persze. Ott van, tessék. Kurva anyád. Akkor a kurva anyád. Jó. Hol van, átugrás. Aludjunk, azt menjünk visszadolgozni, bazd meg. Menjünk. Plusz 1200, megérte? Megérte, mert legalább bebasztunk. Jaj. Én óriási minuszban vagyunk amúgy, úgy, ezt remélem tudod. Jó van, hozd a... Ja, de csak issá ki. Jó, mi az, ami kell nekünk? Na, nézem, hogy tudok-e venni új menüt, várjál. Adikám, köszönöm szépen, haverom! Tudok venni... 40 millió! Tudok venni csirke mellett. Akarunk csirke mellett? Hát, akarunk amúgy, ja. Jó, akkor csináljuk. Chicken breast. És ehhez már kell chili paprika is, ha jól láttam. Azt mondja, hogy... Várj, a bank... Ja, megbüntettek minket 200 dollárra, azt ki kell fizetni. Jó. Miért büntettek volna meg minket 200 dollárra? Azért, mert nem volt összetakarítva. Még tegnap előtt. Akkor a kurva anyjukat. Igen. Kell só, chili pepper, mint fűszer, meg red pepper. Ubazd meg, green pepper, potato, ez már komoly kaja. Na erre veszek akkor mindent hozzá, jó? Csináljuk meg jó, azt. Te mennyi vásároljál, én meg addig itt főző, és elkezdem megcsinálni a napi menüt. Jó, akkor mi kell? Izénk van, ugye? Fűszer. Chili pepper az van, jó. Green pepper, red pepper, meg french fries. Jó. Nem az. Mi? Olaj megint? Kell olaj? Mindjárt hozok. Hát, még most egyelőre elég lesz, bazd meg, de... Napi szinten kell olaj, bazd meg. Hát egyet bele kell önteni szerintem egy az egybe. Jó. Egy csirke mellér. Ott a nagy jó csirke mell, az kell nekünk. Hát remélem, hogy... Remélem profitálunk, meg kurvára nincs pénzünk. Van ebbe. Hopp. Jogi. Mit csinálsz, cucu? De semmit, te ne foglalkozz azzal. Jó, mondjam a lépéseket?
Várjál, te... De nem akarsz csinálni ízét? Csirkemelles beszarás? Mert az a big money, vagy megcsináljuk ezeket az alapokat először? Hát most keressünk egy kis biztos pénzt, mit szólsz hozzá? Jó, legyen úgy. Akkor ezt nem rakjuk ki. Akkor ez az alap 3 lesz akkor, ugye? Ez... Nem? Ja, mert már kiraktam. Oké. Tudok venni negyedik tálalót? Hát de az meg... Az vagy akkor viszont rámehetünk. Hát de pénzünk nincs, Gino, úgyhogy maradunk ezekkel. Ez kész van, mindegyik? De a faszért kellett gamblingezned tegnap. Hát, mondta ez, aki felrakott 5000-re. Kész van az összes. Várjál. French fries. 2,9. Hát nem a legjobb, de nem baj. Egy kis... Jössz, hogy nem a legjobb. Bírt, nézzük. Hát, heat 52%, ez már hideg volt. Nézzük. Ez is heat 50%, ez is hideg volt. Nem baj, jó lesz. De bazza, miért hűl ki ennyi idő? Mit kell ezzel csinálni, hogy ne hűljön ki? Nyugi. Megleszünk. Azzal mit kell csinálnom, hogy itt, hogy ne hűljön ki? Mert a konyhán tudom, hogy mikró, két kajak, kéne venni mikrót. De én nem akarok mikrót venni. Bazzik, mi ez a szemét itt? Amint kéz van, ki kell vinni, aha. Mert ott melegen marad. Jó. Jaj. Bazzik, elégettük az olajat tegnap este, vagy mi? Nem hiszem. Hát ott senki nem csukja be. Úgy van. Hozzad Gino-ka. Gourmet is available. Mi ez a gourmet is available? Az mit jelent? Hát a gourmet az ilyen exclusive. Meg tudjuk invite-olni ízét, Juant. Na hívjad Juant. Jó, akkor hívom Juant. Invite. On the way. Jön Juan. Holnap ott leszek. Holnap jön Juan. Holnap itt megcsináljuk, aztán utána megyünk, kajálunk. Na mi fogy? Nézzük. Nézem én azt. Az van nézem. Jó, akkor mosogatok. Úgy van. Csípős csirkecom fog kelleni? Csípős kaja a kedvence Juannak, a csípős kaját szereti. Igen, azt mondta. Juan. Hát csípős csirkevel az nem jó, hát abban van mindenfajta paprika. Mi kell a LeBronnak, attól függ, hogy izé. Mutasd a fejedet. Ha tráb, jó, akkor meg nem csinálok. Jön még egy vendég neki, hát nem tudom, neki eljök-e újat csinálni. Jó sztéket kér, azt már. Az is el fog fogyni lassan. Mi a steak? A steak az még nem. A sáp krumpli fog kelleni szerintem. Jaj. Hogy állunk? Sokan jönnek. Kell valami? Még nem. Csirkecomb. Csirkecomb kell. Yes. Csirkecomb kell. Neki külön kell főzni? Aha. Az nem baj. Csak legyen mindenünk. A deszkán mióta vágunk húst? Most kettőt tettem fel. Elítottam, ugye? Hogy áll a csirkecomb? Egy perc. Hány perc a kolbász főnök? Mehet a csirke, meleg a tányér! Hát amúgy már kiment, ahogy láttam. Pedig ez jó. Hopp, nem, visszajött. Very big. Most mi van? Sok fűszer nem volt rajta, mert már előre be van fűszerezve. Pedig. Mikor ide kirakom, már befűszerezem, hogy innen csak fel kelljen raknom.
Persze, hogy előre volt. Ez is előre van fűszerezve, látod? Haver, nem ma kezdtem, bazd meg. Zsír, végeztünk. Ezt, ezt dob ki a faszomba, mert ezt biztos, hogy nem adjuk el senkinek. És vége a napnak? Yes. Vége, vége. Kuka. Kuka. Hoppá, még ugrok is. Jó. A csirke melles recept fog kelleni az öcskösnek, szinte biztos vagyok benne. Mi az, amit tudunk venni még, ami jó lehet ide neked? Na, csináljunk egy csirke mellett? Hogy kell csirke mellett előkészíteni, azt mondjad. Megcsináljuk most? Vágjuk. Hát csak egy próbát. Jó, akkor mindjárt mondom. Azt mondja, hogy... Take a chicken breast, season with 3 g só, 3 g chili pepper. Igen. Grillezd meg mindkét oldalát. Aztán grillezd meg egy red pepper, green pepper. Grillen mehet mellé. Kell csinálni sült krumplit is neki. A sült krumpli az meg... krumpli, hasábot? Aha, hasábot, jaj. Az ugye a krumpli felvágva kétszer, és akkor be a izébe, a fryingba. Ennyi, a grill pepper, a pepperöket azt még meg kell grillezned. Dob rá a grillre, mind a kettőt. Ennyi az egész? Ah, ennyi. Ez a tányér. A zöldségek sokáig grillelődnek. Azokkal kell izé, a csirke gyorsabban megsül. Egy teljes asztalt elfoglal, majd vegyünk még asztalt. Lehetünk még asztalt? Kis asztal jó neki? Próbáld meg rápattintani, mennyi ízét kér? Már mit? Már micsodát? Hát, hogy mennyit adott, hány pontot adott erre most? Ja, megnézzük. Az a baj, nem... Ja, ilyenkor nem tudom már. Nem tudom, hogy lehet cserélni. Na, nem lehet cserélni, majd holnap. De most van pénzünk, úgyhogy legalább az pog. Kuka. Tegyük be a hűtőbe. Hűtőbe. Azt megmelegítsük holnap, vagy mit csinálunk vele? Aztán mikró, de nem veszek kibaszott mikrót! Vettem nem lesz mikró az éttermembe, bazd meg! Erről van szó. Erről van szó. Ezt nem veszünk kurva mikrót. Nem kell! Nem kell buzi mikró! Nem kell. Mikró az, az ilyen szar. Épp előkészítettem a holnapi napot, te faszopó! Már holnap van. Kaptunk paradicsom főzeléket! Ja, a Tomé kell a rezsó. Ahhoz kell a rezsó majd. Ja, lehet. Ha meg kell nézni. Gratulálok, cucu. Mi a baj? Mi a baj? Mi kell? Semmi. Csirkemellet hozz egy 4 darabot. 4 darab csirkemell, ne jó. Többet, 4-et. 4 darabot. Pénzközi szépen haver a 11-et, a baba a haver lassan az 1 év jön. Kell még valami? Kell-e még valami? Ha, előtte... ha nem löknél fel, elmondanám, álljál! Bepakoltam a kibaszott csirke mellett, te faszopó! Menj már onnan! Basszalak meg! Csirke mellett egy 3 adagot hozhatnál, jó? Az 6 darab, lefordítom neked. Menj már a büdös picsába! Jó? Úgy... Jó, akkor mi legyen a mai menü? Hát ma marad az első kettőnk, és egy új menüvel fogunk akkor kísérletezni a csirke mellett. Csirke mellett, jó, akkor marad a... Na meg kéne hoznod gyújtóst, bazd meg! Jó, hozok gyújtóst is. Mi meg kell faszened. Még akkor? Faszén meg gyújtós, jó. Meg olaj! Melyiket akarod a kettő közül, a két alap közül? A krumplit,
vagy a... vagy a másik kettőt. Mi az, hogy a krumplit? Hát krumpli, steak, vagy, vagy csirke, comb. Csirke, comb kell. Azt akarod kirakni a menüre? Mind a kettő csirkét kirakjuk a menüre, mit nem értesz ezen, bazd meg? Jó, akkor mind a kettő csirkét kirakjuk, meg akkor a krumplit? Vagy a steaket? A steaket is? Ja, hogy mert csak... Három van! Asztalt. De hogy vettem volna? Most vegyek asztalt? Hát négyet akkor akarsz egyszerre? Krumplit, akkor a hasább krumplit elfelejtjük, mert abban nincs nagy pénz. Jó. Amúgy abban több pénz van, mint a belső kettő. De nem, jó, mindegy. Jó, legyen így. Akkor csirkemel, csirkecomb, meg akkor steak, ribáj, ugye? Igen. Jó. Kurva nehéz, bazd meg. Cucu, menj már el a kibaszott konyhából, bazd meg! Te szeretem. Ezt kirakjam szerinted? A csill... bazd meg a hal, értem már, hogy mi itt a baj. Rak ki, de várjál, mert még oda kell izét raktam. A zöldségeket kéne először. Mert a csirkemelled vigyük. Ott van. 3,9-es lett, majdnem 100%. 1% valahol lemaradt. A faszom tudja, bazd meg. Kettő slice kell rá. Úgy. Mert a izé. Jó, és akkor kéne még a... Hova a faszomba dobja el kibaszott játék ezt a szart? Cucu, légy szíves, ne akadályozz a mozgásba, bazd meg a konyán. Te pincér vagy, kívül mozogsz. Ezen a vonalon nem jöhetsz át, bazd meg. Na, jóban el is égettem megint miattad, bazd meg. Na fasz, itt kell lábatlankodnod, geci, a kibaszott konyha közepén. Amúgy kajak. De várj, neki is kell a tányér, az a baj. Figyelj, az egyik csirkelábos csak az egyik oldala van megsütve. Újvi. Hogy? Ugye láthatod, hogy most elégetted. Ugye láthatod, te faszapó, hogy most égeted el. Nem, most jó, de a másik oldal... Fel, de a másik... Szín. Nem, te faszapó, az nem az! Azért, mert nem ez így színe, jó, nem ez így az, hogy jó lesz, nyugodj meg. Ez egy kibaszott játék. Nyugodj meg, hát bazeg, te megennéd azt. Na látod, most jó színe van. Hát. Elégette, geci. Nem égettem el, nekem van igazam, hát most is azt írják. Te a csirkén vágod a paradicsomot. Ez kész van? Igen! Ja, jó. Csirkecomb! Elégette, azt ugye láttátok? Nem égettem el! Hát úgy volt a jó! Baszik, szalmonella vári! Hát most kivitted volna nyersen? Na jó, jönni fog Juan, majd figyelj! Konkrétan elégette, bazd meg. Jó, kinyitottunk közbe. Ők a barátaink. Gyere, nálad is ezt csinálják, amit nálam. Jól, ki? Ja! Megy a dokkolás keményen. Ott mekkora púzója volt. Ugye ez egy jó játék, Szanya? Amúgy persze, csak nem a cucuval kéne játszani. Kussaj már! Húzza, Fali. Figyelj, mert jönni fog Juan. Ma teljesíteni kell Juan kérését. Mi a faszom lesz az ő kérése? A faszom tudja, mindjárt kiderül. Azt mondják, csirkemell lesz majd a kérése. Csak neki ilyen speciális csirkemell kell, meg kell csinálni. Én húarra fogok fókuszálni.
Itt van Huánnak a izé különleges asztala. Látod? Hogy megterítettünk neki, menj már a picsába. Konkrétan, mert ő VIP, meg minden. Azt mondja, mindjárt jön. Hogy kell mosogatni? E betűvel. De ne az egészet vidd el! Ja. De nekem nem csinálja. E betű a mosogató, nézd, itt. Ennyi. Nem kell felvenni semmit, csak simán ebeti. Jaj. Na mi az, ami fogy? Ú, a izéből, chicken legsből már alig van. Csirkecomb, csirkecomb. Megjött Juan! Megjött Juan, figyelj! Juan, nagyon fontos, hogy frissen kell a kaja. Jó. Mondjuk lehet, hogy baj. Csirke combok kellenek neki. Oké. És nagyon sok izé kell, chili, extra chili kell bele neki. Tehát fűszerezd meg a combot, mint a szar. Meg kell majd csirkemel is, mert az is elfogyott. Mindenünk elfogyott, most igazából. Mennyire kell ezt megfűszerezni neki, tudja valaki? Basszad, basszad! Az a lényeg, hogy basszásokat. Juan szereti a izét, a forrót. Gyere, viheted. Már kész van a Juané? Persze. Viszont. Kell csirkemel is majd. Á, de igazából az már mindegy, ki fog menni. Na nézzük Juan, ajajaj, az mindegy, az már nem fogod tudni megcsinálni idő alatt. Hát már kész van mindjárt. Itt spicy Juan hat, az mit jelent? Forró. Ti a cyber. Mi nem sül a krumpli? Defeat gourmet Juan. Akkor jó volt, nem megcsináltuk, ja jó lett neki. Szép volt újri, erről van szó. Két Michelin csillag, szevasz! Mi van öcsém? Húzzál ki egy csikot, geci, mert olyan stresszben vagyok, bazd meg! Húzzál ki egy csikot! Szakácsok élete, húzzál ki egy csikot! De és elvileg azt mondták a srácok, hogy Juan feloldott recepteket nekünk. Miért nem sül a krumpli, bazd meg? Mindegy, akkor eltesszük holnapra. Képsz Loki, köszi szépen a követést. Az a, az van, hogy megcsináltam a szájba. Miért a konyha közepén állsz? Mert pakolom be a kibaszott tányérokat, azért! Hát akkor ezt mondjad, bazd meg. Figyelj, holnapra kellene egy csirkecomb, egy ribáj. Nézd, kaptunk egy ilyet tőle. Oda nézd, Spicy Juantól. Spicy Juan azt mondta, hogy ez jó. Az meg egy sörös korsú. Ez komoly. Na most akkor ezzel mi legyen ezzel a kajával? Ki kell baszni a picsába. Simple kebab! Allakoltunk egy simple kebab receptet. Olaj van. Na nézzük azt a paradicsom főzeléket! Kell egy rossz lap, ide. Mindjárt mondom, kell cucc. Egy izé, egy rezsó, kell cucc. Jó, nézem, azt mondom, meg lehet-e mikrózni, kajak? Nem mikrózunk. Olyanunk van, hogy meat grinder, az nem kell az még. Az nem kell. Van még olyanunk, hogy stand mixer. Olyan se kell még. Neked olyan kéne, hogy... Egy rezsó, bazd meg, egy szűzhely. Sima rezsó kell csak. Persze, hát fő gondolom paradicsom főzelékhez az kell, ide bazd le mellé. Az asztalra. Kicsit okay. Balrám.
Várj mindjárt akkor, hogy van ez? Edit ne, hogy elvedd az asztalt. Jó lesz ott, hagyd itt a fagot. Jó? Vagy balrább. Ja. Tessék, így jó? Így jó, hibátlan. Jó, és akkor mindjárt mondom, hogy mi kell hozzá. Gondolom a paradicsom, kurva sok. De kell hozzá paradicsom. Víz, tej, vaj, petrezselyem és paradicsom. Friss paradicsom vagy paradicsom konzerv? Konzerv, ha jól láttam. Mennyi víz kell? Hogy adok ezhez vizet? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Gondolom a... Ott, igen, a csapta. E betűvel szerintem. Hány? Mennyi kell? Mennyi kell? Víz 1,20. 1,20. Jó, ezt hogy öntöm ki? Szerintem a kukába, hogyha oda vizet, az bőven elég. XL. Hogy friss paradicsom kell neki, ja. XL? Mhm. Ja, ott látom most. Jaj, látom. De csak bele kell baszogatni mindent a izébe, a edénybe, az hello. R betűvel tudja forgatni az edényt, ha sok lett a víz. Azt csinálom. Na jó, ez majd ez a holnapi Gabi problémája. Figyelj, holnapi Gabi, szerintem ez elég volt egyelőre, nem? Mit szólsz hozzá? Jó, nekem igazán, de amúgy én ezt még nyomnám majd. Nyomnád még majd? Jó. Figyelj, csinálunk belőle még egyet akkor majd. Mert amúgy ez így fun. Hát, hogy én ezt így... El vagyok azzal, hogy üvöltözök veled. Te élvezed, mi buzi gyerek, jó? Jó, hogy lehet menteni? Lehet menteni? Meg akkor hol legközelebbre megcsináljuk a Twitch integrációt is. Mert be tudnának jönni a vendégek? Szerintem de igen. De jól osztályozzátok le a kaját, bazaj, hogy akkor basszok mindenkit. Nap elején ment, na a király. Jaj!